Bizony van, most benne azt nem tudom, hogy mi. Ez például eddig állt a vízben. Ezt is újra kellett csinálni mindent. És lábaival szétrúgta a véres avar. Ez egy német Lorenz nevű rádió. Ez nagyon szépen meg lehet csinálni. Ezt is például ilyen bronzból, vagy nem tudom, hogy miből van, és próbáltam polírozni, nem tudtam, mert majdnem nem rozsdás volt, hanem olyan semmilyen. És akkor rájöttem, hogy a hal tisztításnál az ember sót és eszetet használ, a bográs tisztításnál, és abba beletettem, és attól nagyon szép lett. A Pesshofer Ferenc élete, hogy rádiókat ment meg az enyészettől. Végzett foglalkozása szerint rádiók és televíziók javításához ért, meg közben volt minősített hegesztő, vezetett hivatásszerűen gépjárművet, és kitanult még egy csomó mesterséget. Még köműves is volt, saját kezüleg építette gyermeke házát. A nyugdíjas évek visszavitték a hivatásához. Az nem kérdés, hogy megszólalnak-e, ha kézbe bekapom őket, mondja. Sokkal inkább az, hogyan lesz belőlük újra készülék. Nem javítottam sose rádiót. A szakmámban, amelyeket tanultam, abban a rádió tévészerelő van, de én csak tévét javítottam. Tanulókoromban voltak egy-két rádiók, de utána én már csak tévét javítottam. Volt saját műhelye, de azt felszámolta, de néhány darab a szívéhez nőtt. Innen indult a történet. És maradt olyan 4-5-6 rádió, amit sajnálom kidobni. Nagyszüleimé volt, meg ismerősöké volt, és akkor abból indult az egész. Ez 4 éve volt. Akkor eladtam a műhelyemet, még nyugdíjasként is dolgoztam ott, és evel a 6 rádióval kezdtem 4 éve. Akkor ez egy padlás volt, ezt kialakítottuk ilyen műhelynek a nejemmel, és akkor itt berendezkedtünk. Az igazi rádiózás a 20-as években kezdődött a detektoros rádiókkal. Volt már előtte is csöves, meg a detektorosokban is volt cső, de az igazi, Magyarországról beszélek most, az a Orion 25-ben, 26-ban kezdett el rádiókat gyártani. Akkor még általában ilyen kooperációban, tehát nem mindig saját gyártású volt. A Telefunken, Standard, meg ezekkel a Philips, ezekkel a cégekkel. És a 30-as években már volt önálló, tehát ami teljesen önálló gyártmánya volt. Később a háború ideje alatt hadiiparra állt át, és az Orion volt a legnagyobb rádiógyártó és televíziógyártó, és az 55-től a Videoton, dolgoztam a Videotonban is, a Videoton elkezdett rádiókat gyártani, vadásztölténygyár volt az eredeti területe, tehát ilyen hadipari termékek, és 55-ben kezdte az Orion a tévéket csinálni. Na most ez volt a 35 évtől az 50-es évekig volt ez egy magyar rádiógyártásnak egy ilyen kezdeti időszaka. 50-es évektől rohamosan fejlődött, mint az Orionnál, mint a Videotonnál is a rádiógyártás, és akkor jött a 60-as évek közepe, amikor a KGST szakosodott. Tehát meghatározták, hogy melyik országnak mit kell csinálnia. És akkor a Magyarországtól a rádiójavítást azt kiszervezték Bulgáriában, és akkor onnétől kezdve mi terveztük a rádiókat, és tovább nem csináltuk. Egy szép rádió, amelyet a 30-as évek közepén csináltak, olyan, mint egy bútor darab meséli. Ezért is nehéz újra eredeti állapotába visszaállítani őket. Németországban a rádiózás sokkal fejlettebb volt, sokkal előbb kezdődött, tehát a 30-as években már tömegben gyártották például a
német néprádiót, ez a fekete az, ez Goebbels rádiónak is hívták, ez a propaganda céljáról termelődött. Még egyet be akarok szerezni, és az nagyon nehéz, mert nagyon drága, 500 euró körül van egynek az ára, egy elfogadható állapotúnak, amin van horogkeresztés is, meg mit tudom én, de azt majd kiszokták takarni belőle, de eredetiben még rajta van. Azt majdnem alig lehet beszerezni. Én ezeket már mind Németországból tudom beszerezni. A németek nem küldik ide, tehát az eBay-n vásárolom, azok nem küldik ide, és van egy barátom, aki Németországban él feleségével, felesége fogorvos, fogtechnikus, és ő szokta behordani nekem ezeket a készülékeket, van, hogy 5-10-et. De nagyon drágák. Lehet licitálni, és sajnos sokszor alul maradok, mert 200 eurónál legtöbbször meg szoktam állni. De hát van, hogy az ember belemegy, akkor elmegyünk 300 euróig, és akkor látom a végén 600 euró, meg 1000 euró. Az már nem az én kategóriám. Annyit azért már nem tudok kiadni érte. Tehát mások a jövedelmi viszonyok a németeknél meg nálunk. Nagyon sokan gyűjtik, és egy elég drága hobbi. Tehát ezek a rádiók, ha egy eredeti képet néznénk, ezek gyalázatos állapotban voltak. Ez galampiszokkal tele volt, nem volt már benne semmi sem, meg ami benne volt, az se belavaló volt. Valahol itt úgy gyűjtötték össze, ilyen villanyszerelők. Ezekhez könnyebb hozzájutni, de óriási, nagyon sok munka van vele. Ez például a dobozát, tehát van fa munka is rajta, és a politúrozás, az meg egy nehéz szakma volt azt kitanulni. Nem találtam már megfelelő akkorábeli asztalost, aki politúrozott, és akkor egy Pesten egy zsidó emberrel sikerült összeakadnom, és ő elmondta nekem, hogy hogyan kell, úgy volt, hogy el is megyek, az valamiért elmaradt, és akkor szépen nekiálltam. Hát ez egy gyalázatos dolog volt ezt csinálni. Szépen van ez a sellak. Ez ilyen levéltetőnek a váladéka. Indiában már tenyészetek is vannak ebből. Na most ezt föl kell oldani alkoholban. És akkor ezt kell rávinni és kifényesni. Na most akkor elkezdtem kenegetni, és akkor beleragadt minden az összes szellemot, ki kellett dobni, ilyen szűrőket. Na hát mondom, ezt így nem lehet csinálni. És akkor szép, lassan, fokozatosan, végén nagyon szépen. De nem csak a politúrozást kellett megtanulni, hanem az alkatrészek gyártását is. Például a csövek pótlása. Ezeket mind én csináltam, esztergáltam lábat, ez ilyen vízeték cső. Ez egy mai csőnek a forma, és erre tettem rá egy PET palacknak az előkészítése Kínából lehet venni, és ebből ki lehet alakítani. Most csináltam egy formát, amivel körülbelül egy kompresszor kell hozzá, belerakni ezt a PET palackot, fölmelegíteni 120 fokra, és akkor egy hirtelen nyomással ki tudom alakítani az igazi régi cső alakokat, ilyeneket, meg ehhez hasonlókat. De például egy ilyen alakot szépen meg tudom formázni ebből a... Lassan ott tart a szakma, hogyha valaki fel akar gyűjteni egy ágyút, akkor azt is meg kell tudni gyártani, amit... Igen, ott. Úgy nagy, egyszerűen beszerezhetetlen. Ez például Szexádon vettem ilyen részforrasztó pálca, hármas részforrasztó pálca, és abból esztergáltam menetet. Ezt szépen meg lehet csinálni. Nagyon szép rádiókat tudtak csinálni az oroszok, mai napig is. Tehát az hihetetlen szép, amit azok meg tudtak csinálni. Itt van például egy orosz lemezjátszós rádió. Skála üvege, nagyon szép piros, zöld, és akkor itt van bent a lemezjátszó. Az nagyon szépen meg tudták ők csinálni. Ezek oroszok itt mind. És ezek már a KGST rádiók. Ez az M10-es, a Pacsirta volt az Orionnak az egyik legnagyobb gyártmánya, legjobban keresett gyártmánya, ezt a világon mindenhol meg lehet találni. Itt van például ez a Siemens. Nézze meg ennek a skáláját, hogy milyen aprólékos az a miniatűr betűk, amik rajta vannak, a színek. Vagy ezt a telefonkerül éppen, amiről beszéltem, ez egy nagy, egy bakeri dobozos rádió, egy német technika.
franciáknak például 32-ben. Ennek, ez mind nagyon rossz állapotban volt, ennek a doboza olyan, mint egy mai napon egy lapra szelet bútor. Ennek minden egyes darabját külön le lehet szedni, össze lehet csavarozni, tehát nem összeennyvezett valami, hanem ilyen összeépíthető. Ami a javításban akadályokat jelent, az alkatrész beszerzése, az alkatrész gyártása. Tehát nagyon sokat kell, ami ahogy autentikus maradjon az a készülék, nagyon sokat kell ügyeskedni. Tehát a régi házába bele kell tenni a most használatos alkatrészeket. Tehát még régen egy ilyen elektrolit kondenzátor az ekkora volt, és emlékszem, amikor az elsőt szétszedtem, satúba hátul a műhelyemben, és akkor egyszerűen egy ilyen fél liter valami folyadék kifolyott belőle. Hát mondom, én még ilyet nem láttam, de nem is tanultam ilyenről. És még úgy csináltam, hogy bent volt a két elektróda, és akkor folyadékkal föltöltötték, és akkor lezárták. Egyébként hallgat rádiót? Nem. Nem, nagyon ritkán. Tévét néha híreket meghallgatom, de rádiót nem szoktam hallgatni. Akkor mi vonzza? Hát egy, hogy az időmet le tudom kötni, hasznosan tudom lekötni, nem csavargok el mindenfelé, bár most már nem vagyok én olyan nagy csavargó. És egyre jobban mondom, tehát életem folyamán én nem javítottam rádiókat. Csak tanuló koromban, amikor megbízott, Szekeres volt a főnököm, attól tanultam el a szakmát, Szekszárdi volt, nem ismerte? Szekeres Gyuszi bácsi, Gelkánál is volt ő vezető. Szeretem, meg kell mondani, hogy szeretem csinálni. A Persofer Ferenc ma közel 260 készülék tulajdonosa. Mihányat el kéne adni, mondja, de közben pedig arról ábrándozik, lehet, hogy egy házat kéne venni, ahol múzeumot lehet kialakítani az öreg rádiók számára.